ennek a legelső alkalmán. Ti, akik ott az ajtóba álltok, kérlek gyertek be, illetve a Marciékat megkérem, hogy menjenek föl a színpadra. Hogy vagytok? Jó? Ki az, akinek még tart a vizsgaidőszak? Na, és ki az, akinek lesz holnap vizsgája? Miből? Miből? Matekból? Nem. Jogból? Az kemény lehet. Én tegnap fejeztem be, elvileg átmegyek, hogyha nem, akkor nekem is lesz még egy hetem a vizsgaidőszakból. Mit akartam elmondani? Én boldog új évet, igen, ennyit akartam elmondani. Na, elkészültetek, srácok? Zseniális. Talér Bandi lett volna ma, de sajnos ő lebetegedett, úgyhogy majd ő februárban lesz újra a színpadon, úgyhogy fogadjuk nagy szeretettel és sok tapssal a Szekeres Marcit és a formációját. Hát, sziasztok, boldog új évet mindenkinek! Sziasztok! Hallani? Akkor elkezdjük a dicsőítést. Mint említette Donát, ez egy ilyen ifis formáció. És hát bátorítunk titeket arra, hogy csatlakozzatok hozzánk, és dicsérjük együtt az Urat. Nem válasz semmi el, nem válasz semmi el. Ha elfutnék, nem engedsz el, szerelmet nem fogy el. Tudom, még vétkezem, de minden nap új irgalmat adsz nekem, szerelmet nem fogy el. Mindörökké ugyanaz vagy, szerelmet bőven árad. Ha ilyen bánat emész, új öröm vár rám reggel. És ha tenger szúdul rám, nem kell többé félnem már, hiszen te úgy szeretsz engem, és szerelmed nem fogy el. Szerelmet nem fogy el. A vihar tombol és a víz is mély. Te itt vagy velem és ez épp elég, mert szerelmet nem fogy el. Hogy távol kerültem én, nem gondoltam, hogy egyszer utolérsz, mert szerelmed nem fogy el. Mindörökké ugyanaz van, szerelmed bőven árad. Ha ilyen bánat emész, új öröm vár rám reggel. És ha tenger szúdul rám, nem kell többé félnem már, hiszen te úgy szeretsz engem. Mindörökké ugyanaz van, szerelmet bőven árad. Ha ilyen bánat emész, új öröm vár rám reggel. És ha tenger szúdul rám, nem kell többé félnem már, hiszen te úgy szeretsz engem, és szerelmed nem fogy el. Szerelmed nem fogy el.
mindig minden javamra válik. Benned 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 mindig minden javamra válik. Jézus benned mindig minden javamra válik. Benned mindig minden javamra válik. Jézus benned mindig minden javamra válik. Mindörökké ugyanaz van, szerelmet bőven árad. Ha ilyen bánat emész, úgy öröm vár rám reggel. És ha tenger szúdul rám, nem kell többé félnem már, hiszen te úgy szeretsz engem. Szerelmet nem fogy el, szerelmet nem fogy el, szerelmet nem fogy el. Rám talált a porban, elvetted bűnöm szígyenet. Hadd adtál is bennem élsz, hadd zengjem hála énekel. Rám talált a mélyben, ahol legyőzted a halál. Felemeltél és magadhoz vontál. Uram, a szívem téged vár, a szívem téged vár. Oh, 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 oh. A szívem téged vár. Oh, 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 oh. Te vagy a hűséges megváltó, velem vagy minden helyzetben. Ígéretedhez mindig hű maradsz, megtartasz nagy kegyelmedben. Te tartasz meg engem, oh, oh, oh. Te tartasz meg, oh, 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 oh. A szívem dob minden percben lehelleten, lükted bennem új emberré, formálsz engem. Jézus, a szívem dobban minden percben lehelleten, lükted bennem új emberré, formálsz engem. Jézus, a szívem dobban minden percben lehellete, lükted bennem új emberré, formálsz engem. Jézus, oh, oh, oh. Jézus, te vagy minden remény, hajnal csillag, ragyogó fény. Jézus, te vagy minden áldás, rajtad kívül senki sincs másod. Jézus, te vagy minden remény, hajnal csillag, ragyogó fény. Jézus, te vagy minden áldás, rajtad kívül.
és sincs más út. Te vagy, ki rám talált a porban, új életet adtál és bennem élsz, hadd zengjem hála énekem. Hadd zengjem, Jézus, te vagy minden remény, hajnal csillag, ragyogó fény. Jézus, te vagy minden áldás, rajtad kívül senki sincs más úr. Jézus, te vagy minden remény, hajnal csillag, ragyogó fény. Jézus, te vagy minden áldás, rajtad kívül senki sincs más úr. Kegyelmed elég, a kegyelmed elég, a kegyelmed elég nekem. Hűséges vagy, ó Istenünk, a harcokban nem nekünk kell győznünk. A csendes vízhez terelgetsz és irgalmat hoz, nem választ minket semmilyen. Most itt áll a néped, vár rád, mint gyermek, ki vágya, hogy lássa Atyát. A kegyelmed elég, kegyelmed elég, a kegyelmed elég neked. A kegyelmed elég, kegyelmed elég, kegyelmed elég neked. Féltő és igaz Isten, féltő és igaz Isten vagy. A gyengék által vezetsz másokat. A megváltásnak énekére bátorítasz. A néped együtt énekel. Most itt áll a néped, vár rád, mint gyermek, ki vágya, hogy lássa Atyát. A kegyelmed elég, a kegyelmed elég, kegyelmed elég nekem. A kegyelmed elég, a kegyelmed elég, kegyelmed elég nekem. Most itt áll a néped, vár rád, mint gyermek, ki várja, hogy lássa Atyát. Most itt áll, most itt áll a néped, vár rád, mint gyermek, ki várja, hogy lássa Atyát. A kegyelmed elég, kegyelmed elég, kegyelmed elég nekem. A kegyelmed elég, a kegyelmed elég, kegyelmed elég nekem. A kegyelmed elég, a mennyből, mennyből jössz közé. A kegyelmed elég,
elég neked. A szerelmedbe fedd, elég a kegyelmed, kegyelmed elég neked. Keltettél, vak
igazságból fénybe emeltél. Ártatlanból átok és szégyenlet értem. Ő nem nézte bűnöm és vétkem. Várt rám örökölelésben. És hajtom előtte térdemet, irgalmad rám szódul elfedez, szívemben tűz forró láng, 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 örök szerelmem. Ő megváltó, társam, barátom, reményem. Beszéded irányítja léptem, szívem tiéd már egészen. És én hajtom előtte térdemet, irgalmad rám szódul elfedez, szívemben tűz forró láng, 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 örök szerelem. Mindenemmel imádlak, teljes lényem érted égjed, Jézus téged csodállak, teljes szívvel életemmel mindenemmel imádlak, teljes lényem érted égen, Jézus téged csodállak, teljes szívvel életemmel mindenem. Hajtom előtte térdemet, irgalmad rám szódul elfedez, szívemben tűz forró láng, 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 örök szerelem. Örök szerelme. Csendben állok jelen létedben, színet keresem. Csendben állok, teled várok, szüntelenül vágylak, Uram,
megismerni még jobban. Uram, a vágyam, Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy vágya, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Csendben állok, csendben állok, jelen létedben. Tiszta színet keresem. Csendben állok, te rád várok szüntelenül. Vágylak, Uram, megismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy vágya, hogy arcod láthassa, ismerni még jobban. Gyorsan lépek, hátra nem nézek. Jutalom az ígére. Futok egyre, a szagod által félreteszem. Célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy vágya, hogy arcod láthassa, ismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassa, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, az egyetlen Úr, te vagy Teremtőm és Istenem, mindenható nagy király, mindenható nagy király. Néped örökké, örökké, örökké neked énekel. A keresztem önmaga, értem adtad, hogy éljek, megváltom és Istened. Mindenható nagy király, mindenható nagy király, néped örökké, örökké, örökké neked énekel. Mindenható nagy király,
mindenható nagy hírem, néped örökké, örökké, örökké neked énekel. Kezdettől vártam, kezdettől vártam, az élő igazság, tiéd vagyok már. Mindenható nagy király, mindenható nagy király, néped örökké, örökké, örökké neked énekel. Mindenható nagy király, mindenható nagy király, néped örökké, örökké, örökké neked énekel. Itt a földön s az égen túl, az egyetlen Úr, te vagy. Uram, te ismersz, látod szívem, ezerszer elbuktam, mégis szerettél, jelen léteddel körülveszel. Minden időben mindig szerettél, mindig szerettél. Meghajlok keresztednél, itt folyt ki a drága vér, nincs milyennél többet ér. Értem, győzted le a sírt, megnyitottad a szentét, semmi el nem választ már. Te jársz előttem, te jársz előttem, oltalmazó, kezedben őrzöm, szeretsz, tudom jól, meghajlok keresztedni. Itt folyt ki a drága fény, nincs milyennél többet ér. Értem, győzted le a sír, megnyitottad a szentét, semmi el nem válasz már. Meghajlok, meghajlok.
drága fény, nincs milyennél többet ég. Értem, győzted le a sír, megnyitottad a szentét, semmilyen nem válasz már. Megnyílt a menny, elvégezteted, akár picit repel. Megnyílt a menny, elvégezteted, akár picit repel. És ha majd egyszer lezárul szemem, ott állsz előttem, mert úgy szerettél, mindig szerettél. Meghajlok keresztedni, itt folyt ki a drága vér, nincs milyennél többet ér. Értem, győzted le a sír, megnyitottad a szentét, semmilyen nem válasz már. Megnyílt a menny, elvégezteted, akár picit repel. Megnyílt a menny, elvégezteted, akár picit repel. Meghajlok keresztednél, itt folyt ki a drága vér, nincs milyennél többet ér. Értem, győzted le a sír, megnyitottad a szentét, semmilyen nem válasz már. Uram, köszönjük neked azt, hogy valóban nem válasz semmi te szeretetettől, Uram. Köszönjük neked azt, hogy te nem csak hogy kegyelmes vagy hozzánk, hanem üldözöl minket a te szeretetteddel és jóságoddal is. És csak kérlek most, hogy szólj hozzánk ma este, töltsd be minket a te lelkeddel és taníts minket. Szeretnénk téged jobban megismerni. Jézus nevében. Amen. Adjunk egy nagy tapsot a Marcéknak. Sok szeretettel köszöntelek titeket itt a vasárnap estén 2015-ben. Is there anyone who need English translation? Raise your hand. Igen. Senki. Ez az. Ez azért jó, mert én itt elől szoktam hallani, ahogy a Gabi hátul fordít, és azt figyelem, hogy jól fordít-e. És nagyon zavarom, hogy nem tudok elkülöníteni. Nos, elkezdődött egy új év. Nagyon vicces, amikor én hallok egy új dalt, akkor úgy érzem magam, mintha karaoke lenne. És nagyon próbálom azt, hogy mikor kell énekelni, és itt most elég nagy szünetek voltak az utolsó előtti dalba, és így már majdnem énekeltem, és nem is tudok jól énekelni, úgyhogy elég kínos lett volna, hogyha hangosan. Úgyhogy köszönjük a Marcéknak, hogy beugrottak, és köszöntjük azokat, akik az internet előtt vannak, főleg a Talér Bandit, aki betegen fekszik otthon, szegény, és ő lett volna a mai dicsőítő. Egy bejelentésem van, már egy hónapja nincsen kávézó a vasárnap esték után, előtt, most 6 óra előtt sose szokott lenni, de után nincsen, mivel elfogyott az ember. Nagyon érdekes, mivel mi szerettünk volna programokat az alkalom, vagy alkalom után kint a kávézóban, és amikor ezt így elindítottuk volna, akkor szűnt meg a kávézó, mert elfogytak az emberek, akik szerettek volna ott szolgálni. Nincs ezzel semmi baj, csak össze kell rántani pár embert. Hogyha szeretnél szolgálni, akkor most egy olyan marketing szöveget fogsz hallani,
hogy mindenképpen jelentkezni fogsz. Már 8-9 ember jelentkezett, és mondjuk, hogyha még 4 ember jelentkezik, akkor azért lesz jó, mert akkor azt elosztjuk 3-mal, akkor csak 4 hetente kell jönnöd egy órára ide a kávézóba, és akkor még szolgálsz is. Úgyhogy szerintem ez vállalható, hogy 4 hetente egyszer kell csak jönni. Igen, majd, hogyha szeretnél jelentkezni, és nyilván szeretnél jelentkezni azután, vagy az alkalom után, akkor gyere ide hozzám, és akkor add meg az e-mail címedet, és én meg továbbítom annak a személynek, aki majd elmondja a részleteket. Szilárd fog tanítani, ő most Böjtöl, újra versenysúlyban van, úgyhogy fogadjuk nagy tapsal. Itt van, kell neked mikrofon elmegy? Szép estét, sziasztok! Köszöntsétek egymást, ha lehet kérni. És köszöntsük a Bandit is, hogy szia Bandi! Ciao! Imádkoznék egyet. Édesatyánk, köszönjük, hogy te az élő Isten vagy, akit úgy szólíthatunk meg, hogy édesatyánk. Köszönjük, hogy a gyermekeidként tudhatjuk, hogy nagyon szeretsz minket. És kérünk téged, hogy ez a 2015-ös év különleges legyen, telve mindazzal, amit te terveztél el. És arra kérünk, hogy ez a mai alkalom is hordozza ennek a jegyeit, szóljon rólad, jelenjél meg közöttünk, és neked adunk minden dicsőséget, minden tisztességet, minden hálát. Nagyon szeretünk téged, és köszönjük, hogy vagy nekünk. Jézus nevében, amen. Amen. Hát 2015, gyerekek, kimondani is frusztráló. Komolyan. Emberek belesnek azokba a hibákból, hogy elkezdik számolni, hogy mikor jön vissza az Úr. És eddig, aki kimondott valamit, az mindig bukott. Még nem jött vissza. 2015. Atya mindenségét. Épp ültem, azért mondom, hány éve itt ültem, már ki van horpadva szegény szék. És az Úr még mindig hordoz minket. Még mindig szeret minket. De tudjátok, hogyha mi a múltban élünk, az a nyugdíjas klub. Tehát azt szokott tenni, hogy ülnek az ajtó mellett, mert azért, hogy a vécére kell nekem szaladgálni, és akkor kártyáznak és beszélgetnek akkor, hogy mi volt. De Isten nem a múltban él, hanem a jelenben. És azt gondolom, hogy 2015-ben rengeteg jó dolgot akar nekünk átadni. És azt gondolom, hogy nagyon áldott évünk lesz. Ez igaz lehet a közösségi élményeinkre, egyénileg is, és akár a nemzetre is. És a változás, ez egy olyan dolog, ami minden új évvel egy kicsit felerősödik. Hogyha jön egy új év, akkor az hordozhatja a változásnak a jegyeit. Akár úgy is, hogy másképp nézünk ki, akár úgy is, hogy esetlegesen másképp viselkedünk, vagy több időt adunk az Úrnak, vagy a szeretteinknek. Új szokások is jöhetnek egy új évvel. Most egy ideig nem is voltunk, és sokat gondolkoztam ez alatt a szünet alatt, hogy igazából mi is az, amit az Úr ebben az évben iránynak akar adni. És itt januárban egy pár alkalommal szeretnék azokról az alapigazságokról tanítani, amik megalapozhatják az egész évünket. Azokról a változatlan tényekről, amik mégis változást hozhatnak a mi életünkben. Mert a változáshoz hozzátartozik valami olyan dolog is, ami bizonytalan. És nem feltétlenül tudjuk, hogy ezek az új dolgok hogyan fognak megjelenni az életünkben. De ha ezek mögött, a változások mögött Jézus Krisztus áll, akkor ezek a változások mindig jók. És ez megnyugtató. Ez olyan, mint amikor este mesélnek neked valamit, és tudod, hogy jó lesz a mese vége, mert olyan meséli, aki tudja, hogy mit szeretsz hallgatni. Most ez nem mostában történt, de hogy biztos lesz benne, hogy jó dolgokat tartogat az Úr. Ő nem horrorfilmet rendez. Ő romantikus filmet rendez. Azt szeretném, hogyha ez az év Jézus Krisztusról szólna.
és úgy szólna róla, hogy egyre inkább megismerjük őt. Egyre inkább ő az, akire fölnézünk. És meglátjuk őt úgy, ahogy. És az ő beszédeire is úgy figyelünk, mint aki tudja, hogy ez az ő javát szolgálja. És igen, ez minden évben igaz, hogy ő van a középpontban, de azt gondolom, hogy manapság egyre inkább szükségünk van rá. És szeretném, hogyha ez az év mindenféle vallásoskodástól, alakoskodástól, üres dolgoktól mentes lenne, és letisztulva csak és kizárólag őre néznénk, és úgy látnánk meg őt, mint aki nagyon szeret minket. És amikor felemeljük őt, az ő személyét, mindazt, amit ő lehozott a földre, mindazt, amit miattunk hozott le a földre, akkor egyre inkább megismerjük őt, és ahogy megismerjük őt, elkezdünk olyan irányban változni, ami az ő akaratát hozza el az életünkbe. És amikor mi időt szánunk arra, hogy hallgassuk őt, és az ő beszéde elkezdjen minket egyre inkább átformálni. Mert az igazság az, ami átformál. Mert a mi saját életünk az egy leképezése annak az igazságnak, amit elhiszünk. De amikor mi az ő által kimondott igazságokat kezdjük el elhinni és megélni, az elkezd minket egy olyan irányban változtatni, ami meglepetés lesz a mi számunkra is, és a környezetünk számára is. És a jó hír az, hogy nem nagyon sokat kell kérni őt, hogy jöjjön, mert ő akar jönni. Ő nem egy olyan rockstar, akire fél órát kell várni, hogy és tapsolni, hogy jön már, nincs előzenekar, nincsen semmi. Ő, ha hívjuk, ő jön. Sőt, csak azt mondod, hogy Uram, és már ott van. És a mai estébe szeretnék egy hölgyet először fölvezetni nektek, és ez egy kicsit extrém példa a Bibliában. És meggyőződéssel vallom, hogy van itt valaki, aki ötször elvált? Igen, a Donáton kívül. Ő van, tehát akkor is kisebbségben vagyunk, igaz? Tehát a jellemző ránk, hogy igazabbak vagyunk, mint az a hölgy, akinek egy ilyen élete van. De ez csak azért jó, hogyha az ő életét vizsgáljuk meg, mert ha vele szemben látjuk azt, hogy hogy viselkedik az Úr, akkor mennyivel könnyebb elfogadni azt, hogy ja, ha őt is így szerette, akkor engem biztos szeret így. Mert nagyon érdekes igazság az, amikor azt mondja, ja persze, hát őt szereti, hát őt mindenki szereti, az Úr is, de engem? Hát engem senki nem szeret, meg az Úr se. De amikor kiderül, hogy van nálam rosszabb, és őt is szeretik, akkor hirtelen el tudom mondani, hogy várjál, lehet, hogy engem is. És látni fogjuk, hogy van a Bibliában egy hölgy, a János evangéliumában, a 4. fejezetben, aki egy olyan élettapasztalattal bír, amit elcserélt volna. Egy olyan háttere van, amit ő letagadott volna. Mondhatni azt, hogy extrém, a mai napban is. És ennek a nőnek igazából nagyon jó teológiája volt. Abszolút mértékben tájékozott volt. Ismerte azokat a körülményeket, amik az Istenről beszéltek. Ismerte a történelmi hátterét az Istennek. Pontosan tudta, hogy ő kicsoda. Egy samáriai nőről beszélünk. Pontosan tudta, hogy az a népcsoport, amelyeknek ő is a tagja volt, az éppen hogy és miképpen imádta az Istent, és azt is tudta, hogy a zsidók pedig Jeruzsálemben imádják az Istent. Pontosan tudta, hogy az a kút, ahová eljárt, az valamikor réges-régen egy nagyon híres kút volt, mert Jákob, aki később Izrael lett, oda járt, és ott itatta meg az állatait. És pontosan tudta, hogy Istennek a tervében van egy megváltás. És pontosan tudta, hogy ez a megváltás, ez a messiáson keresztül fog majd eljönni, aki a Krisztus. Nagyon speciális életet láthatunk. Egy zseniális, minden részletre kiterjedő teológiával, és ennek az leple alatt egy nyomorék élettel. Egy élettel, ami szégyennel, elutasítással és reménytelenséggel volt telve.
És ebből nem volt semmilyen szinten kiárat. És mindegy, hogy kedden vagy vasárnap találkoztál vele, nem volt olyan nap, amikor jobban érezte volna magát. Mert az ő múltja és az ő jelene ott volt a vállán. És hiába tudta azt, hogy majd jön a Krisztus. Ő úgy gondolta, hogy már a Krisztus is leszámolt vele. Hogy ő az, akinek már nincs reménye. Hogy ő az, akire úgy néznek rá, hogy na nézd meg, öcsém, látod az ötötöt, azt, na látod, olyan lesz, úgy megverlek. Ő volt a rossz példa. Ő volt az, aki a fekete bárány volt. Ő volt az, aki magára is úgy nézett. És ezt vetítette ki a teológiáján keresztül Istenre. Hogy majd jön, de ez már nekem mit ér? Nekem ma mi hasznom abból, hogy tudom, hogy eljön majd a Messiás. És tudom, hogy imádni kell őt. Akár a mi hegyünkön, akár Jeruzsálemben, de imádni kell őt. De hogyan imádjam én őt? Mikor akivel most élek, az már nem is a férjem. Hogyan imádjam őt, mikor nincs ember, aki velem úgy beszélne, hogy tisztelettel, hogy szeretettel, hogy megbecsüléssel. Semmilyen közösségem nincs azok között, akik között élek, ebben a kicsi faluban sem. És nem volt fiatal hölgy, hiszen míg te 5 házasságon keresztül mész, hát ha nagyon gyorsan csinálod, akkor is évekbe telik. És nem volt jövője. És itt ugrunk bele a beszélgetésbe. Jó? János evangéliuma, 4. fejezet. 7. verstől. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Ezt a tanítást, ezt az igerészt, ezt már én magam is sokszor idéztem, és valószínű, hogy ez egyik leghíresebb rész a Bibliában. Amit ma szeretnék kiemelni, az Jézusnak az a megszólítása, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, ha tudnád, hogy Isten milyen, ha tudnád azt, hogy kicsoda az, aki tőled vizet kért, ha fölismernéd Istent, ha nem csak arra figyelnél, amit tudsz a fejeddel, hanem fölismernéd, hogy ő ide jött hozzád, hogy ő jött közel hozzád, és ő az, aki felajánlja azt a lehetőséget, hogy te megismerjed őt. Azért jött közel, hogy ő személyesen bemutatkozzon. És lebontsa azokat a falakat, ami téged ott tartott, ami a reménytelenség állapotában van. Ő azért jött közel, hogy megajándékozzon. Ő magát is úgy mutatja be, az Isten ajándéka vagyok. Én az ajándék vagyok. És azért jöttem, hogy adjak. És ha fölismernéd, hogy ki vagyok, akkor te kérnél tőle, hogy kérhetnél, és ő pedig adna. És itt úgy fejezi be ezt, hogy élő vizet, önmagát, a legtöbbet, a Szent Szellem valóságát, de ezen belül is bármit. Mert ő azért jött, hogy helyreállítson. És eznek az év, a 2015-ös év valóságos Isten élményekkel és helyreállításokkal akar közénk jönni. Mert Isten ugyanígy akar felénk jönni. És lehet, hogy mi nem vagyunk ugyanolyan helyzetben, mint ez a hölgy, Donáton kívül. De azért érezhetjük hasonlóan reménytelenül a helyzetünket. Érezhetjük úgy, hogy ez az év is olyan lesz, mint a többi. Vagy még rosszabb. Érezhetjük azt is, amit ez a samáriai nő, hogy igen, nyugodtan kérdezd meg, hogy visszajön az Úr. Pontosan tudom, Krisztusnak hívják. Vissza fog jönni. Lesz utolsó idők, lesz szenvedés, lesz minden. Igen, kérdezd meg a történelmi adatokat. Tudok mindent. És azt is tudom, hogy Istent imádni kell. De a teológia, ami nem egy valódi Krisztust hoz elénk, az nekünk ugyanannyit fog segíteni, mint ennek a nőnek. Ugyanúgy nem fog semmit sem érni a mi nyomorúságunkban.
de Isten ezt akarja ebben az évben áttörni. És menjünk tovább. És azt látjuk majd ebben a történetben, hogy ez a hölgy, aki a társadalom legszélén volt, aki nem is gondolt, mindjárt leesik a székről, és én is legszélére kerülök. Na. Hogy egy, semmi nem változott meg a körülményében, semmi nem változott meg az ő testében, legalábbis a formájában, egyszerűen a szíve változott meg. Egyszerűen az a találkozás, hogy Jézus ott volt előtte és beszélt vele, az mindent megváltoztatott. Egyszerűen elkezdett helyesen gondolkodni. Elkezdte értékelni azt, hogy ő Istennel találkozott. Egyszerűen helyreállítás történt az életében. Az a nő, aki addig szégyenben élt, és a múltját, mint egy hátizsákot hordozta, amely tele volt kövekkel és tüskével, azt hirtelen levette. És hirtelen szabad volt arra, hogy visszamenjen a városba. És elmondja, hogy ő találkozott a Mesiással. Az, aki az utolsó volt, az hirtelen az első lett. Az, akinek a legkevesebbje volt addig, neki lett a legtöbb. Az, aki addig a szégyenben élt, az Istennek a szabadságában élt utána. És a különbség a múlt és a jövő között az a szív szerinti fölismerés és változás, ami az isteni találkozásban a miénk. Egy áldott kezdetet adott neki az Úr. Ott, a kútnál. Fölszabadult a szeretetben. Fölszabadult arra, hogy ő egy elfogadott Istentől. Hogy Isten, amikor odajött hozzá, akkor nem kezdte el vádolni azok a dolgok, amiket tudott róla. Nem kezdte el megítélni. Nem kezdett büntetést mondani az ő élete fölül. Nem kezdett olyan dolgokat mondani, mivel csak fájdalmat okozott volna neki. Hanem helyreállította a szeretetben. És felszabadult ez a nő. És értékesnek tartotta magát. Életében hosszú idő után először értékesnek tartotta magát. Hogy Isten ide jött személyesen, és engem választott. Hogy másoknak elmondjam, hogy ő él. És mindenkinek őre arra van szüksége. Mert ő a Mesiás. Bemutatkozott. Ő az, akiben az örök élet van. És hogyha ő kiválasztott, akkor ezzel üzen az Úr, hogy mindannyian ugyanebben a kiválasztásban részesülhetünk. A rossz gondolkodás az rossz cselekedeteket hozott ennek a nőnek az életében. De a jó gondolkozás jó dolgokat hozott. És fölismert egy dolgot. Mégpedig azt, hogy ő már nem szükségben van. Nem az volt az ő életének a menete, hogy tett valamit, ami miatt a közeg azt mondta volna, hogy figyelj, lehet, hogy ez volt a múltad, de most sokkal jobban nézel ki. És sokkal értékesebb vagy. Nem az volt az út, hogy hirtelen a közeg elkezdett ő iránta másképpen gondolkodni és másképpen vélekedni. Az út az volt, hogy az Úr benne hozott változást, és ő volt aktív, és ő előzte meg a környezetének a reagálását, és ő volt az, aki az egészséges istenképben helyreállt. Nem az lesz a mi útunk sem, hogy hirtelen minden megváltozik körülöttünk, és hirtelen azok az emberek, akik nem értékeltek, elkezdenek értékelni. Vagy azok, akik eddig azt hitték, hogy mi nem is létezünk, hirtelen a legjobb barátaink akarnak lenni. A mi életünkben is ugyanez az út. Hogy az Istennel való találkozásunk, és a benne megérett szeretet felszabadít minket, hogy a környezetünknek az ítélete alul felszabaduljunk. És Istennek a kegyelmén keresztül ez a nő olyan hatást gyakorolt a városról, hogy az embereknek leesett az álla. Mondtam egy történetet a mai nap délután. Ki az, aki szeret futni? Nagyon jó. Én is. Mondjuk ritkán csinálom, de attól még szeretem. És a példa az nagyon banális.
Egy ismerősöm lefutotta a félmaratont. Tehát az majdnem egy egész, csak a fele. De számomra az is horribilis távolság. Én 4 kilométer körül érzem azt, hogy oxigénsátrat kérek. Viszont az, hogy milyen szeretek focizni, ott 20 méternél többet nem kell futni egyszerre. Isten, a vége felé mindig mondom, hogy szeretnék a kapuba beállni. Nem azért, mert szeretem, ha lövöldöznek, hanem azért, mert átszázom magam, hogy támaszkodok. De a lényeg az, hogy egy ismerősöm lefutotta a félmaratont, és neki mondtam a következő példát, hogy amikor mi Istennek a szeretetében fölismerjük, hogy ő milyen értékesnek tart minket, akkor ez olyan, mint amikor lefutjuk a félmaratont, és körülbelül 86-ak vagyunk. Tehát a tömegben, ott valahol, senki nem tudja, hogy kik vagyunk, még a híradó sem vesz. Kapunk egy egyenpólót, ami nincs rá, hogy hányadik vagy. De te miért ez az idődet? Senkit nem érdekel, csak magadat. És egyénű csúcsa vagy 86-dik. Az egy ünnep, nem? Igaz? A futóktól, igaz? Tehát amikor egyéni csúcsa ott van, akkor nem érdekel, hogy jött egy etióp hegymászó, és körülbelül már zuhanyzik, mire te megérkezel. Hát őnek olyan génjei vannak, hogy érted, azt mondják, rajt, azt akkor látod utoljára. Meg amikor mutogatja az újságíróknak az érmeket, tudod? És te meg úgy mész, mint akit vonszolnak, ő meg így tudod, mint a... Van két szárnya, csak rossz az adás, nem látod, hogy repült. De a lényeg az, hogy nem vele kell versenyezned. És az élet is ilyen. Nem egymással versenyzünk. Azt mondja, figyelj, lehagytad a Donátot? Nem. És most látom, mindjárt rálépek a sarkára. Hát nem verseny. Az egyéni legjobbodat megfutod, akkor győztél. És akkor a célban pesgőzhetsz. És a 100. helyezett is pesgőzik. Miért? Mert az egyéni legjobbat futotta. És mi elkezdjük egymást vizsgálni. És mondják, hogy hú, hát ő vele, hát nem. És őt meg lehagyom bármikor. És valahogy bepozícionáljuk magunkat egy olyan szituációba, ahol szomorúak vagyunk. És ahol mindig feltételekhez képest akarjuk a megbecsülésünket elvenni. A mai tanítás címe... De ez most a közepén mondom, mert az elején nem volt elmondva. Az, hogy áldott vagy. Nem áldott leszel. Már ma áldott vagy. Nem kell semmit tenned azért, hogy áldott legyél. Már ma áldott vagy. És nem akkor leszel az, hogyha valakivel találkozol, és kiderül, hogy szerelmes beléd, és te is. És nem akkor leszel áldott, hogyha összeházasodtok. És nem akkor leszel áldott, ha gyereket születik. És nem akkor leszel áldott, ha nagymama leszel. És nem akkor leszel áldott, amikor már 98 éves vagy, már ma, úgy, ahogy vagy. És nem akkor leszel áldott, ha majd lesz 200 millió forintod, meg 2 milliárd, meg 20 milliárd, hanem ma. Úgy, ahogy vagy. Az áldás már a tiéd. Mert Jézus Krisztusban már áldott vagy, és ezt mindjárt meg is vizsgáljuk. De mi azt gondoljuk, hogy valamilyen feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy mi áldottak legyünk. És ez a samáriai nő, ez úgy volt áldott, hogy nem változott a körülménye. De a szívében felismerte, hogy Jézus Krisztusban ő áldott. És már áldását tud lenni mások számára. Az, aki addig azt se értette, hogy ér valamit, az hirtelen megértette, hogy ő az, akin keresztül áldás lehet egy egész közösség számára. És az Isten nekünk is Jézus Krisztusban odaadott minden áldást. Efézusi levél, 1. fejezet. Harmadik vers. 2. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket, de szép volt, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Ezt még egyszer olvasom. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Megáldott.
múlt időben. Mindennel megáldott. Akkor tud megáldani a jövőben, ha már mindent odaadt a múltban? Hát ez, ha én az összes pénzem odaadnám a Donátnak, utána hiába jön kérni. Már mindenem az övé. Krisztus megáldott minket. Minden áldás már a miénk. Áldottak vagyunk. De ez körülbelül olyan, mintha nekem lenne egy hitelkártyám, amit soha nem használnék, és pár apróm lenne, amivel próbálnám így menedzselni az életemet. De a hitelkártyámon óriási fedezet lenne, de nem használom. Körülbelül ilyen az, hogy mi áldottak vagyunk, ami egy hitelkártyára is levetíthető, de nem fogadjuk el, mert úgy érezzük, hogy ez nem jár nekünk, és pár kicsi kis dolgokkal próbáljuk magunkat olyan életformába hozni, hogy túléljük az életet. Mert azt gondoljuk, hogy majd ha valami történik, majd áldottak leszünk. De a Biblia igazsága az teljesen más. Ő már megáldott minket. Minden áldással. És ez igen, itt úgy írja, hogy lelki áldással. Mert előbb belül kell változnunk, és utána az majd változtatja a környezetünket is. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Itt a tetszése szerint az jó kedvében egy másik fordítás. Tehát a világ teremtése előtt Istennek jó kedve volt. Örült. Ő egy ilyen boldog Isten. Vicces, nem? Tehát amikor Smiley-t nézel, az Isten. Ő az örökké valóságban is boldog. És akkor a teremtés előtt, na most nagyon abszurd leszek, jó? Megálmodott téged. Tehát elég régi a kód, hogy te hogy nézel ki. Tehát a teremtés előtt már ő tudta, hogy te így fogsz kinézni. És már a teremtés előtt elhatározta az ő jó kedvében, az ő akaratában, hogy mi az ő gyermekei leszünk. Ezt tette őt boldoggá, hogy mi az ő gyermekei lehetünk. És a teremtés előtt már megtervezte az egészet. És amikor mi felismerjük, hogy áldottak vagyunk, és mindez kegyelemből van, mert a teremtés előtt azért van sok mindent, még nem tettünk ezért, vagy igen? Hát elég nehéz lenne igent mondani. Tehát mi nincs semmi, és mi már az ő jó tervében az ő gyermekeiként vagyunk megálmodva. A kegyelem az egy feltétel nélküli ajándék, amit Jézus Krisztusban adott nekünk. És ebben, azt mondja, ebben már megáldottalak téged. És ennek az útja az, hogy megértsük, hogy mi kik vagyunk Krisztusban, és ez fog minket szentté és fedhetetlenné tenni. Nem egy külső nyomás, nem egy elvárás, hogy bejössz ide, meg azt mondom, figyelj, de tényleg öltözél fel már rendesen, meg viselkedjél, meg keresztény vagy, hanem te belülről egy óriási élménnyel jössz ide, hogy Isten engem szeret, hogy áldott vagyok, hogy a teremtésben már rám gondolt. És azért, hogy szent és fedhetetlen legyek előtte. És most jön a következő, a 6. vers, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét. És hát Észak-Koreában van ilyen érdekes népi program, hogy imádni kell a nagy vezért. Egy nagyon kedves ismerősöm, bocsánat, az még annó, amikor az ennek a vezérnek a nagyapja élt, kint volt Észak-Koreában, és ott elég agresszív volt a történet. Egy szeretett szolgáltal mentek ki, és vittek élelmiszert, és 300 000 ember volt az út mellett, és ezt csinálták, figyelj! Most sokáig. Mert hogy a nagyvezér arra ment a kocsiba. Imádni kellett. A nagyvezért imádni kellett. És ha te nem tetted meg, akkor lehet, hogy eltűntél. Ott sokan ilyen halnak, úgyhogy lehet, hogy te is.
De az nem volt őszinte imádat. Az egy külső elvárás volt. Egy diktatúrának a jellemzője. Hogy nyomás alá helyeznek, hogy te imádjál engem. De Isten az ő szeretetével megajándékozva, teljesen megáldva, helyreállítva, ahogy ezt a samáriai nőt is tette, új pályára állítva, szabadságba hívett inked, engem is, és ebből van lehetőségünk azt mondani, hogy te milyen jó vagy hozzám. Ilyen jó senki nem volt hozzám. Megengedett, hogy imádjalak. És nem fogja azt mondani, hogy nem. És ez az, ami őszinte. És ez az, ami jó illat. És ez az, ami minket még közelebb visz hozzá. És még egy ige rész ebből. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Amikor a mennyből kiárasztja ránk az Isten az ő kegyelmét, amely dicsőséges, amely erős, amely szabaddá tesz, ami helyreállít, amely leveszi a terhet rólunk, és amelyben mi örülünk és imádjuk őt, ott két dolog történik. Az első, hogy az értelmünk helyreáll. Hogy jó gondolatok kezdenek el megfogalmazódni bennünk. Hogy az értelmünkkel az igazságot kezdjük el meghallani. Hogy az a sok hazugság, ami minket addig agyonnyomott, az elveszti a helyét. És betölti az Istennek a kegyelmében való szabadság. Az ő szava. Mert amikor Jézus közel jön hozzánk, akkor ő az értelmünket helyreállítja. És az értelemmel való helyreállás az elsődleges. És ebből fakad az, hogy a szituációkban milyen cselekedetekkel nyilvánulunk meg. És ez az a bölcsesség, amely az értelmet alkalmazza. Amely válaszokat ad. És a bölcsesség az, ami minket is cselekedetek formában igazol, és a környezetünket is ebbe vonja bele. És így lesz egy ember Krisztussal hasonló. Hogy úgy gondolkodik, mint ő, és úgy cselekszik, mint ő. És ez az, ami egymás közötti épülésünket szolgálja. Ez az, amikor már mi is úgy gondolkozunk, hogy én áldott vagyok, és meg tudlak áldani téged. És te is áldott vagy, és meg tudsz áldani engem. Mert mindannyiunkat ugyanúgy szeret, és mindannyiunkat ugyanúgy helyre akar állítani. És egymáson keresztül épülhetünk. És szeretnék még egy utolsó igerészt megnézni. Azt mondtam, hogy ma rövid leszek, és lehet, hogy rövid leszek. Azért hiányoztatok. És tök jó, hogy itt vagytok. Egy új év van, tele meglepetéssel. A következő, amit szeretnék elmondani, az pedig az Ézsaiás könyvében van. Az Ézsaiás könyvének a 45. fejezete, és a szünetben ez nagyon erősen szólt hozzám. Most nem akarok példát mondani, mert úgyis fogok itt példát mondani. Szóval nagyon-nagyon szólt hozzám, így jó? Nagyon. És akkor azt mondtam, hogy ezzel fogom bezárni, kész. Hogy milyen az az élet, amit Isten ennek a samáriai nőnek adott. És milyen, ez lefordítva a mi számunkra. Hogy mindegy, hogy a mai napban mi ugyanolyan reménytelenek, és ugyanolyan megvetettnek érezzük magunkat, vagy még inkább, de Isten ebből is változást akar hozni. A 45. fejezet második verse. Én megyek előtted, és a rögös utat elegyengetem. Az ércajtókat betöröm, és a vajzárakat leverem. Szóval én előtted megyek. És hogyha ő megy előttünk, akkor nem tudunk áttévedni. Vezet minket. Hogy nem a saját fejünk után kell menni, hanem megy előttünk. De nem csak úgy megy előttünk, aki nem csinál semmit, hanem azt az utat, ami mi megyünk, azt egyengeti. Hogy van sok rög azon az úton. És azokat elveszi. És egyenetlen az út, és ő feltölti a halmokat. Hogy az az út a számunkra egy kedvező állapotban kerüljön elénk. Mint egy autópálya. Hogy nem földúton kell mennünk. Mert ő készíti ezt az utat.
És igazából óriási misztérium ez. Mert nem tudjuk, hogy milyen sok rögöt elhordott már a mi útunkból. A mai napig. Fogalmunk nincsen, hogy milyen sok dologtól megvédett minket. Mert szinte láthatatlanul teszi, mert előttünk jár. De hogy ő megy előttünk, és készíti ezt az utat, ő azt szeretné, hogy mi ezen úgy tudjunk menni, akik tudják, hogy ők áldottak. És itt azt írja, hogy ő az, aki leveri az árakat, és ő az, aki kinyitja az ércskapukat. És azt mondtam a Donátnak, hogy lesz két sztori. Jó? Az egyik az 3 pontos, a másik az 5. 20-as skálán, jó? Na, 3 pontosra kezdjük. Képzeljétek el, most jut eszembe, mert tegnap majdnem kizártam magam a lakásból, és tök vicc volt, mert a kulcs meg benn volt az árba, és kívülről meg egy ilyen gomb van csak, és nem lehet bemenni. De nem okos volt, a utolsó pillanatban eszembe jutott, hogy várjál, mert nem hülye vagyok. De eszembe jutott, hogy egyszer jártam így. Átmentem egy ismerősömhöz, és ő kijött, hogy beszélgetünk, és a húzat becsukta az ajtót. És ugyanilyen ajtó volt, és álltunk ott, és mondtuk, hogy hát hogy fogunk bemenni? Sziszi, figyelj, akkor sok karate filmet láttam, és mondtam is, majd én mindjárt rendet vágok. És ez ilyen lakótelepi ajtó volt, tehát körülbelül annyit is ért, és akkor úgy megálltam, bemértem a távolságot, és mondom, hát én majd jól berúgom az ajtót. És képzeljétek el, óriási meglepetésre sikerült. Csak hogy a zár ott maradt, az ajtó megnyitva volt. És óriási hangzavar, kijön mindenki. Csajszi, ez egy nő volt, ott áll egy ilyen melegítőbe, az ajtó ki van nyitva, én meg nézek ki a fejemből, mint a betörő. És hát ezt talán át kellett gondolni. De a lényeg az volt, hogy hirtelen felindulásból sikerült berúgnom ezt az ajtót. Azóta nem rúgok ajtókat, legalábbis vendégségben nem. Egy fa ajtót be tudsz rúgni. De egy vas ajtót nem. Egy olyan ajtót, ami vasból van, azt te rúgdoshatsz akármeddig. Maximum eltörik a lábad. És itt nagy vasajtókról beszélünk. A ércajtókról, vagy zárakról. Tehát fémből van. Hatalmas. Lehetetlen bemenni. De mi szeretnénk bemenni. Csak nincs hozzá erőnk. És az Úr azt mondja, hogy ő az, aki leveri a zárakat, és kinyitja ezeket a nagy, általunk lehetetlenek tűnő ajtókat. Most elmondom a másik sztorit is. Én még voltam katona annó, nem szoktam erről sokat beszélni, csak úgy eszembe jutott, és volt egy ismerősöm, aki, szóval, hogy fogalmazzak? Tehát a katonaságnak nem az a jellemzője, hogy mindenki naponta kimos mindent. Ha lehet, hogy ezt mutatják a tévében, nem igaz. És hát ez a drága emberke, ez egy ilyen zacskóba a használt zoknyait, meg gatyáit úgy berakta. És úgy bekötötte, hogy majd egyszer kimossa. Csak igen, ám, csak közben el kellett mennie hirtelen, és már nem ment vissza soha többé. És amikor jön egy ilyen fél éves váltás, és jönnek új emberkék besorozásba, az a szekrényeket, azokat meg szokták nyitni, és akkor, ami addig be van zárva, azt akkor tanúk előtt jönnek a tisztek, és akkor leverik a lakatot, és akkor jegyzőkönyvvel veszik, hogy mi van benne. És akkor ugyanez történt, hogy már fél éve ott volt a zacskó, rajta a lakat, ember eltűnt, jönnek a tisztek, körbeállják, nagy kalapács, leütik az árat, mindenki őrül, hogy halleluja, és akkor benne van egy nagy fekete zacskó. És kinyitották az zacskót. A többit képzeld el, de amikor az Úr leveri az árakat, akkor ott nem egy büdös zacskó vár minket, hanem kincsek. Ajándékok. Az elrejtett drágaságok. És ez a következő ige. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat. Hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított. Izrael Istenem. És azt mondja, hogy az elrejtett drágaságokat.
Tehát képzeljük el a következőt, hogy megy előttünk az Úr, készíti az utat. Tudjuk, hogy ő velünk van, hogy mindent a javunkért tesz, hogy áldottak vagyunk. És élvezzük ezt, hogy ő vele megyünk az úton. És elérkezünk óriási vashajtókhoz, és kinyitja, és bemegyünk. De még mindig nem látunk semmit. Miért? Mert el van rejtve. De ő tudja, hogy hova van elrejtve. És elénk hozza. És amikor elénk hozza, akkor az nem egy múzeumi tárlatvezetés. Azt tudod milyen? Hát én egyszer most voltam a parlamentben, vártam rá 3 órát, hogy 10 percig megnézem a koronát. Mert meg lehetett nézni. Most már láttam, hogy néz ki. Egyszer megnézed, hát szép, azt mész ki. Nem. Neked adja. Nem csak, hogy előhozza, nem csak, hogy megmutatja, hanem nekünk adja, hogy a miénk. Mindaz, ami addig el volt zárva tőlünk. Olyan ajtók mögé, amit mi soha nem tudtunk volna állítni. Hogy a gonosznak a tulajdonában van. Aki ellopta tőlünk, aki elrabolta tőlünk, és nem volt lehetőségünk ezeket visszavenni. Nem volt lehetőségünk átlépni a saját határainkat. De az Úr, amikor elénk ment, akkor ő volt az, aki a helyreállításban ezeket a dolgokat nekünk adta. És itt a drágaságokkal kapcsolatban nyilvánvalóan lehet gondolni kincsekre, aranyra, ezüstre, gyémántra és minden egyéb földi drágaságra. De azt gondolom, hogy ha visszautalok a samáriai nő esetébe is, ez sokkal többről szól. Szól egyfelől ezekről is. És nem akarom azt mondani, hogy ezekre nem igaz. De igaz ez olyan dolgokra is, ami teljesen más terület. Igaz arra, hogy a lehetetlen lehetséges. Hogy egy addigi megvetett életmódból megbencsülték leszünk. Hogy azok, akik addig utáltak minket, elkezdenek szeretni. Hogy azok, akik számunkra elérhetetlenek voltak, utána mi vagyunk számukra áldás. Igaz ez a lelki sérülésekre. Hogy hajlandóak vagy megbocsájtani magunknak és azoknak, akik elhagytak minket. Azoknak, akik megaláztak minket. Igaz ez fizikai síkon. Hogy olyan betegségek, amik nem múlnak el az Úr kegyelméből, ajándékként és kincsként a miénk és erre állunk. Az élet minden területére igaz. És nem lehet külön választani. Mert lehet, hogy valaki milliárdos, de lelkileg teljesen nulla. És lehet, hogy valaki lelkileg nagyon épp, és fizikai síkon pedig nagyon meggyötört állapotban van. Az Úr mindig a szükséghez képest akarja megadni azt, ami számunkra elérhetetlen. Mert mindenkinek más az, ami kincs. És mindannyian tudjuk, hogy nekünk mi a kincs. De miről szól ez az egész? Arról, hogy az Úr jön hozzánk. Hogy megáldott minket. Hogy nézzünk úgy magunkra és egymásra, hogy nem kell változás ahhoz, hogy áldottnak mondjanak. Ebben a napban, ezekkel a körülményekkel áldás vagyok, és szeretnék is így viselkedni. Hogy nem valaminek az alján vagyok, hanem az Isten már az enyém. És ő vele én értékes vagyok. És élvezem, hogy ő velem van. Hogy őt látom. És ő engem másképp lát is. És úgy szeretném látni magam, ahogy ő lát. És örülni annak, hogy ez az út, amit járok, az olyan helyekre vissza nem mehetnék be. És amilyen ajtókat ő kinyit, azt senki nem zárja be. És amit ő odaad, az a miénk. És azt tudom mondani, itt a végén. Jó, ez így végnek, jó? Boldog új évet. Áldottak vagytok. Ez a címe. És szeretnék egy rendhagyó módon egy zárást. Jó? Legalább tudjátok, hogy új év van, új szokások, nem csak a régi, hogy aki mellett ülsz, áldjad meg, hogy ez az év egy igazi áldott év legyen, és kérd meg, hogy ő is áldjon meg téged. Jó? És amikor ennek vége lesz, akkor a dicsőítőket megkérném, hogy énekeljünk az Úrnak, akit úgy tudunk imádni, hogy nem kell. De hálásak vagyunk, hogy imádhatjuk. Amen. Isten áldjon. Boldog új évet.
Édesatyám, köszönjük, hogy áldottak vagyunk. Hogy te semmit nem tartottál vissza, hanem mindent nekünk adtál te fiatban, az Isten ajándékában, a Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy te, Uram, ebben az évben új kapukat nyitsz előttünk, ahol új szokásokkal tudunk gazdagodni, ahol el tudjuk hagyni a régi sebeinket, ahol valóban úgy tudunk élni, mint akik az Isten áldottjai. Köszönjük mindazt, amit erre az évre te terveztél. Köszönjük azt a közösséget, amit veled élhetünk, és nagyon köszönjük egymást is. És hadd tudjunk épülni egymás szeretetében, egymás megismerésében, és a kegyelemben, ami kiárad ránk, ami értelmet és bölcsességet ad nekünk, amin keresztül tudjuk, hogy te milyen vagy, mert te vagy a kegyelem Istene. Jézus nevében. Amen. Lelkem, hisz pajzsod ő,
tudja megszabadít. Sálával áldozó, bízz az Úrban, mert karja megszabadít. Sálával áldozó, bízz az Úrban, mert karja megszabadít. Csálával áldozó. Egyetlen élő Isten, mindenható Atyán, örök Teremtő. A Te szent lelked által fogant a szűzben, Úr, a megváltó Jézus. Hiszek Istenben, Atyánkban, Fiában, Krisztusban, hiszek az ő szent lelkében, a szent háromságban, hiszek a feltámadásban, halálból életre, benned hiszek, áldlak téged, feltámadtál, mennyei trónon ülsz, örök dicsőségben. Hiszek Istenben, Atyánkban, Fiában, Krisztusban, hiszek az ő szent lelkében, a szent háromságban, hiszek a feltámadásban, halálból életre, benned hiszek, áldlak téged, Jézus. Nincs más út és nép, benne van csak üdvösség. Hisszük azt, hogy Jézus, nincs más út és nép, benne van csak üdvösség. Hisszük azt, hogy Jézus Krisztus úr. Hiszem azt, hogy örökké élünk, hogy itt élni visszajössz. Hiszem azt, hogy az egyházban van szentség a szentek közt. Hiszek a feltámadásban, mikor újra eljössz majd, benned hiszek, áldlak téged. Atyánkban, Fiában, Krisztusban, hiszek az ő szent lelkében, szent háromságban, hiszek a feltámadásban, halálból életre,
Kiemel a mélységből, ezért áldlak téged. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyai. Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Bármi történjen, ígéretedben bízzon lelkem. Ha elgyengülnék, benned új remény találsz szívem. A tűzön viszel át, szívem csak téged áll. Lelkem részévé válik tervednek. Nézlek a keresztfán, ahogy minden hibám eltűnik kegyelmet fényében. A romokból életet fakaszt dicsőséget, kiemel a mélységből, ezért áldok téged. Lelkem menedéke, betakarnak szárnyai. Szeretlek téged, dicsérlek örökké. Kiemel a mélységből, ezért áldlak téged. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyait. Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké.
fakaszt dicsősége, kiemel a mélységből, ezért áldlak téged. Te vagy lelkem menedéke, betakar szárnyai, Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyai, Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Feltámadtál dicsőségben, mennyből egy nap eljössz érte. Halleluja, a halál veszte, életet ad, drága véred. Feltámadtál dicsőségben,
héten az Into Worship nevű formáció lesz, és Ceglédi Szilárd fog újra tanítani. Hogyha szeretnél jelentkezni a kávézóba, gondolom itt hatalmas sor fog lenni, onnan fogod tudni, hogy ez a kávézó sor, akkor gyertek ide hozzám, legyen áldott hetetek, és sok sikert azokhoz, akik vizsgáznak, ne puskázzatok, hanem akkor már ágyúzzatok, vagy nem is tudom. Sziasztok! Ciao. Elég jó.